Jelenleg 14 gyermek jár a Nyírbelteki Gyöngyszem óvoda Ömbölyi tagintézményébe. Az óvoda megújulásának és kibővülésének köszönhetően ők már a kor igényeinek megfelelő, teljes értékű óvodai nevelésben részesülhetnek. Ezt a fejlesztést közel 60 millió forintba valósította meg az önkormányzat. A Tónaszovát a toppos pályázatból, terület operatív programból pályáztuk és nyertünk közel 60 millió forintot. És ezt azért kell megépítenünk, mert egyébként már nem adták volna meg az óvodának a működési engedélyt, már így is kétszer toltuk ki, épp a tornaszoba hiánya miatt. Ez ugye nem csak a tornaszoba épült, a régi épület is szigetelve. Ez szóval teljes körülfelújítás volt. Az óvoda átadásán az is elhangzott, hogy a településnek számos fejlesztési terve van a következő időszakra. Így például az Ömbölyre bevezető út felújítása és a széles sávú internet kiépítése is a tervek között szerepel. Az önkormányzat szeretné megtartani az itt élőket, ezért elsősorban a fiatalok nevelését célzó programokat valósítják meg. Ez azonban nem csak Ömbölyi településére igaz. 24 oktatási és nevelési program valósul meg a választókerületben. Itt az 1,3 milliárd forintos iskola bővítéstől kezdve egészen az Ömbölyi tornaszoba átadóig a paletta az nagyon széles. Ebből a 24 programból 6 bölcsődéhez tartozik, 6 új bölcsőde épül a választókerületben, 6 óvodához tartozik, jelesül az Ömbölyi óvoda felújítás is ezen program részét képezi, és 12 iskola újul meg a választókerületünkben az elkövetkezendő másfél-két éven belül. Ilyen formában mintegy 5 milliárd forint oktatás-nevelési lehetőséget kapott a választókerületünk. Sezták Oszkár a fejlesztések sorából kiemelte az útfelújítást, amely a Magyar Falu programból valósulhat meg. A megyei közgyűlés elnöke hozzátette, ez egy hosszú távú program, hiszen 23 ezer kilométernyi út vár felújításra. Ez Ömbölyt is érinti, hiszen nincs hivatás nélküli település. Ezért fontos, hogy a határmenti kis településeken élő gyerekek közszolgáltatásokat érintő lehetőségei megegyezzenek egy modernebb, gazdagabb városba született gyermek lehetőségeivel. Zárta le ünnepi beszédét Sezták Oszkár.